A hálózatok tulajdonképpen az erőforrásokhoz való hozzájutás és a befektetett energia optimalizálása érdekében formálódnak bizonyos mintázatokba. Azért, hogy az életben maradást vagy a működést lehetővé tegyék még akkor is, ha a felhasználható erőforrások szűkösek. Például, ha mondjuk nincs annyi pénzünk, hogy az első osztályon utazzunk Magyarországról közvetlenül New Yorkba, könnyen lehet, hogy találunk olcsóbb megoldást is, ha valami fapados megoldást választunk és átszállással közlekedünk. Az ilyen és az ehhez hasonló alternatív megoldások tulajdonképpen stratégiák, amiket a hálózat elemei alkalmaznak az erőforrások optimális felhasználása érdekében, létrehozva ezzel a hálózatnak azt az egyedi struktúráját, amitől eltér a véletlenszerűség által létrehozott mintázattól. A megosztott hálózat modell talán az egyik olyan modell, ami leginkább hasonlít az Erdős-Rényi féle véletlen modellhez, ugyanis csak úgy, mint a véletlen által létrehozott gráfokban, itt is a legtöbb csúcshoz közel ugyanannyi él tartozik, a különbség pusztán annyi, hogy még a véletlen modell nagyon kevés csúcsnál megenged nagyon sok és nagyon kevés élszámot is, addig a megosztott modellnél minden csúcs csak nagyjából ugyanannyi éllel rendelkezhet. Azaz, itt nem lehetnek szélsőségek. Nincs olyan csúcs, vagy más néven elem, ami a többihez képest sokkal több kapcsolattal rendelkezhetne. A lényeget talán úgy lehet a legjobban megragadni, hogy nincs a teljes hálózatot egy adott irányba terelni képes erő. Tulajdonképpen hasonlóan működik, mint a kollektív mozgásnál bemutatott Vicek modell, azaz a hálózat elemeire maximum csak a mellettük lévő, velük összekapcsolt elemek lehetnek közvetlen hatással. Ebben a modellben a hálózat elemei pont ezokból bizonyos autonómiával bírnak, mondhatni majd, hogy nem függetlenek a hálózat egészétől, hiszen nincsenek kiszolgáltatva senkinek. Itt nincs hierarchia, mindenki ugyanannyit ad hozzá a hálózathoz. Az ilyen típusú hálózatoknak az előbb említett okok miatt vannak előnyeik és vannak hátrányaik is. A pozitív tulajdonsága az ilyen hálózatoknak például az, hogy nagyon nehezen támadhatóak, hiszen nincsenek gyenge pontjai. Azaz, bárhonnan veszünk ki elemet, a hálózatunk stabil marad, nincsenek kritikus, avagy stratégiailag jelentős szereppel bíró pontjai, tulajdonképpen bármelyik elem felcserélhető bármelyik másikkal. A hálózattól való minimális függés miatt pedig az elemekre gyakorolt nyomás is alacsony, azaz a hálózati élet itt kevés költséggel jár. Persze, a pozitív tulajdonságok rendszer szempontból nézve már egészen más megvilágításba kerülnek. Hiszen a függetlenség bizonyos áldozatokkal jár, ugyanis itt a hálózat elemei önmagukra vannak utalva, azaz az élethez szükséges erőforrások legnagyobb részét az elemeknek saját maguknak kell biztosítaniuk. Aztán pedig, ha mondjuk az volna a cél, hogy kontrolláljuk a teljes hálózatot, azaz, hogy egy megadott irányba toljuk az egész működését, nagyon sok energiát kéne befektetnünk, hiszen nincsenek olyan központi elemek, akik révén az egész rendszer mozgathatóvá válna.